Április végén befejeződött a téli közmunkaprogram, csaknem 100 000 ember búcsúzhatott el a munkájától. Csak Borsodban a számítások szerint 1000-nél is több ember lesz újra munkanélküli, és van olyan település, ahol eddig 160 ember dolgozhatott közmunkásként, május 1-től viszont csak 40 fizetésére maradt pénz. Nem csak a pénz fogyott el, de ennyi látszólagos foglalkoztatottra nincs is szükség. Török Réka riportja. A téli közfoglalkoztatásban még 240 000 vettek részt, a jövőben viszont lényegesen kevesebben, csak 140 000 embernek lesz lehetősége a programra. Mátra Verebélyen 80 helyett csak 33-an dolgozhatnak tovább. Annyi lehetőség van, hogy májusban fog indulni egy program, amiből a 80-ból vissza tudunk majd talán venni 33-at. Segédmunkás az bruttóba 70 000 forintot, egy szakmunkás az általában 90-92. Ha ez nincs, akkor marad az, ami előtte volt, a szociális segély. A szociális segély az egy ilyen 22 000 forint. Az eddig foglalkoztatottak elkeseredettek, de nagyon remélik, hogy bekerülhetnek a 33 kiválasztottba. Jövő héten mehetünk a munkanélküli hivatalba, kaptunk ígéretet, hogy május 15-től 33 emberrel új program fog indulni. Nagyon remélem, hogy visszavesznek, mert én velem probléma nem volt. És én szerintem jó véleményt adtak rólam, hát lehet, hogy benne leszek a 33 emberben, akit visszavesznek. Petre Róbertné továbbra is dolgozhat, csoportvezetőként. Azt sajnálja a legjobban, hogy hiába tanította meg az embereket az állatok gondozására. Nagyon szeretek az állatokkal foglalkozni, növényekkel, mindennel, és annak örülök még, hogy nagyon sok embert meg tudtam tanítani az állatoknak a gondozására, szeretetére. Mert hogy ez lenne az egyik lényege a programnak. Megtanulják, dolgoznak, majd egyedül már a megszerzett tudással dolgozhatnak tovább saját maguknak. Ennek az lenne a lényege az egésznek, hogy én most megtanítom itt az embereket arra, hogy mit kellene csinálni egy kertbe, vagy egy kertészetbe, vagy akár, és ezt úgy kellene továbbfejleszteni, hogy a következő lépcsőbe már, mit tudom, jövőre, vagy 2 év múlva már egy szociális szövetkezetként működjön ez már, tehát ne állami pénzből, hanem már saját maguk által megtermett. A szociális szövetkezetek létrehozása beindult, túlságosan is, ugyanis túl nagy mennyiségben hozták létre ezeket a szövetkezeteket, így a pénz elfogyott. De nem csak ez az egyetlen probléma, több ember dolgozik, mint ahányra szükség lenne. Önálluk a megszokott dolog, hogy például sokan vannak, akkor összeállnak és beszélgetnek. Tehát állandó jelleggel arra kell figyelni, hogy a munkát is úgy szét kell osztani egy területen belül is, hogy ne legyenek 2 vagy 3 embernél többen egy-egy helyen, mert akkor vége a munkának. Jelenleg 47 fő van a mezőgazdasági állományban, ennek az eredeti szükséglete durván 20-22 fő. Török Réka, Hír 24.